Az egész napos rendezvény délelőtt különféle kézműves foglalkozásokkal várta a gyermekeket. 12. alkalommal szervezzük meg a Nemzetközi Gyermek Néptánc és Népművészeti Fesztivált, és amikor 12 évvel ezelőtt elindítottuk, nem is gondoltuk, hogy ez ilyen nagy méretű lesz, és hogy ilyen kedves lesz a gyerekek számára, csak azt szerettük volna, hogy legyen egy nap, ami csak a gyerekekről szól, és csak a gyerekekért van, és mindent a gyerekekért próbálunk tenni. A Nemzetközi Fesztiválra Magyarországról, Erdélyből és több vajdasági településről is érkeztek néptánccsoportok. Mintegy 450 néptánckedvelő gyermek mutatja be tudását az esti gálaműsoron. Körülbelül egy éve táncolok, és azért szeretek, mert jó, meg barátaim is táncolnak is azért. Nagyon szeretek táncolni, és most lesz 8 éve, hogy járok, és hát sokféle táncot már kipróbáltunk, és már nagyon sok versenyekre is. Körülbelül egy éve táncolok, hát azért szeretem, mert jó a társaság, és igazából jó azt csinálni, hogy például táncolunk közösen, és jó érzés, hogy közösen fejlődünk mindig a táncokba. Körülbelül 3-4 éves korom volt a táncolok, és körülbelül 17-en jöttünk. Nagyon sok felé szoktunk menni, például Romániába, megyünk majd Bulgáriába, sok kis városba is voltunk, és szoktunk nagyobb városokba is menni. A már hagyományosnak számító rendezvény ma este zárul.